2022. május 29. Hírklik hú. N. Vadász Zsuzsa interjúja inotai Andrással. Nem hátra, csak előre volt a Fidesz választási szlogenje. Tény. Felgyorsított sebességgel megyünk a szakadék felé. Amit most bejelentettek, az annak a jele, hogy ott vagyok a folyón átívelő híd korlátjánál, már visszajönni nem tudok, kapaszkodom minden erőmmel, remeg a kezem és közben azon jár az agyam. Hogy mikor zuhanak a mélybe? Mondott velősítéletet az extra profit és a nem megszorításnak nevezett megszorítás egyéb elemeiről Inotai András. A közgazdász professzor leszögezte, Orbánéknak az elmúlt 12 év alatt egyetlen percig sem volt hosszú távú, átgondolt gazdaságpolitikájuk. Ami van nekik, az hatalompolitika, pedig az uniós támogatás páratlan modernizációs lehetőséget kínált volna arról is beszélt, mi a különbség a bajnai és az Orbán féle válság kezelés között. Például a kialakulásában játszott felelősség is az, hogy mi marad utána örökül az országra. Valójában mekkora megszorítási csomagot jelentettek be Orbánék fő alatt. A portfólió 2250 milliárdosról, a GDP 3,7%-ának megfelelő kiigazításról ír. Ez brutális, Valóban szükség lehet erre, vagy talán még komolyabb megszorításra. Inottai, az biztos, hogy tettemes a hiány, ezt eddig is tudtuk, a bejelentett megszorítások mellett is 5% feletti lenne, miután az első négy hónap alatt összejött az eredetileg tervezetnek majdnem a 90%-a. Ennek a hiánynak azonban van egy olyan része, ami nem jelenik meg a költségvetési deficitben, de egy nagy részét a kormány titkolja is. Szeretném tudni, hogy mekkora az a hiány, ami a ból adódik, hogy a kormány előre elköltött egy csomó pénzt, s azt tervezte, hogy az Európai Unió kifizeti majd. Ez két külön számla, ha a kettőt egybe rakom, akkor jóval a GDP 10%-a feletti lenne. Arra gondoltak, hogy elkezdenek jönni az uniós pénzek, s így megússzuk az idei évet egy 8-9%-os költségvetési hiányjal. Mint egy 2500 milliárd forintra rúg az az összeg, amit, mint most látjuk, leszeretnének faragni, ez 4 t pont a levinni a deficit nem titkot részét. Ha ez bejön, akkor valóban lehetne teljesíteni a Magyar Nemzeti Bank által belőtt 4,9 körüli büdzséhiányt. hiányt. Mint látjuk, a 2500 milliárdos megszorítás egyharmadát extra profitból tervezik beszedni, kétharmadát pedig ahogy mondták, Részletek nélkül, a kiadások visszafogásából. És még egy dologról nem tudunk, a tíz évvel ezelőtt elindított letelepedési kötvények idéntől kezdődő visszafizetése. Hol van ennek a fedezete? Ezek ugyanis több száz milliárd forintos költségvetési kiadási tételek. Esély sincs arra, hogy elkezdenek jönni az uniós pénzek. Inottai, emlékezzünk csak. Orbánék azt remélték, hogy három forrásból érkeznek majd az euró milliárdok. Egyrészt a 7 éves költségvetési terv keretében, ami, mint ismert, a 2021-27-es ciklusra szól, de még egy eurócentet sem kaptunk belőle, pedig, lévén 2022 már fel lehetett volna venni, dacára annak is, hogy az időszak elején vannak késlekedések, az időszak elején kevesebb pénz jön be, mint később, amikor a projektek megvalósulásával nőnek az uniós kifizetések. Mi azért nem jutottunk még hozzá, mert nem vagyunk hallandó képesek teljesíteni a feltételeket. A második forrás, amire számítottak, a koronavírus miatt már korábban nyitott újjáépítési alap, amiből nekünk juthatna egyrészt 7,2 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás. Másrészt 9 milliárd eurós, az EKB garanciájával ellátott, 30 évre szóló, nagyon alacsony kamatozású kedvezményes hitel. Erre mondta Orbán tavaly, hogy nem leszünk adós rabszolgák, hát neki legyen mondva. Ahelyett, hogy kihasználtuk volna ezt a nagyon kedvező lehetőséget, helyette ki kellett menni a nemzetközi pénzpiacokra, felvenni mintegy 5 milliárd eurónyi hitelt, piaci alapon ezt az összeget valamikor vissza kell fizetni, és ez a következő időszakot terhelni. Ahelyett, hogy igénybe vettük volna az Unió kínálta, nagyon kedvezményes hitel persze, az is igaz, hogy annak fejében meg kellene felelni a jogállamisági, a korrupciós a többi feltételeknek. Ezért ment ki Brüsszelbe május 23-án Varga Judit, aki lefagyott arccal volt kénytelen hazakullogni, mivel az EU általa is megüzente, hogy nincs pénz, amíg nem teljesíti Magyarország a jogállamiság is a többi feltételeket. A harmadik egy igazívat keleti préri ötletük volt, amit Szijjártó Péter kommunikált, az EU most adjon 15-18 milliárd eurót annak fejében, hogy majd jó néhány év alatt a későbbiekben leváljunk az orosz kő olajról. Ezt kapásból visszautasította az EU, de még ha ide is adná, a pénzt nem engednék másra fordítani. Tehát hiába akarta volna Orbán ebből kiegyenlíteni az általuk felhalmozott hiányt, ami olyan tételekből állami össze, mint például a rezsi csökkentés Ómarxista és minden gazdasági és társadalmi, egy úttal keresztény logikájának a megcsúfolása. Emiatt kénytelenek megszorítani. Még ha persze nem is nevezik annak, hiszen orbán szerint szemben a baloldallal, ők soha nem hajtanak végre megszorításokat. Miután kiderült, hogy az Uniótól rövid távon, legalább őszig, de lehet, hogy egész évben egy eurócentet sem fogunk kapni, mivel egyetlen feltételt sem teljesítünk, Orbán, legalábbis én így látom, előállt az előre nem tervezett, hirtelen bejelentett extra profittal és a megszorítási csomaggal, minden előzetes és átgondolt hatásvizsgálat nélkül. Mit jelent az valójában, hogy extra profit, ami ugye az új sarc alapját képezi? Inottai, én is szeretném tudni. És még sok minden mást is. Ki határozza azt meg? Mi az, hogy extra profit? Honnan? Meddig tisztességes a nyereség, s mi az a határ, ami után extra profittá válik? Hány százalék? És a kérdéseket még lehetne sorolni. Volna egy javaslatom Nagy Márton miniszternek és embereinek. Tanulmányozzák alaposan a marxizmus-leninizmust, abban van extra profit definíció, attól talán okosabbá válnának. Mi az extra profit szektoronként? És mi a helyzet a konjunkturális mozgásokkal, amitől nem kis részt függ a nyereségesség léte és mértéke? És mi a helyzet akkor, ha egy vállalat négy éven át beruház a leendő nyereség reményében, amikor az bekövetkezik, akkor majd Orbánék jól megadóztatják azonnal elveszik tőle. Olyanoktól, akik évek óta egyetlen fillért nem betek ki a beruházásukból, nyereségük sem volt, csak költségük, és ha egyszer most lesz hirtelen nyereségük, azt azonnal elvonják. Ez egy ország értéktermelő képességének lenullázása. Megjegyzem, minden bizonyal eddig is volt a különféle cégeknél extra profit, eddig miért nem tetszettek odafigyelni? Miért éppen most? Ez teljesen megmagyarázhatatlan. Pontosabban meg lehet magyarázni. Ezzel kapcsolatban egy rávezető kérdés: az vajon nem extra profit, hanem egy igaz magyar Nerlovag vállalkozása ha alapít egy céget 5 millió forint alaptőkével, majd fél év alatt kivesz belőle 5 milliárd forint osztalékot. Magyarországon az elmúlt tíz évben hatalmas extra profitok termelődtek a Nerlovagok részéről. Aminek az az oka, hogy teljesen diszfunkcionális a piac. Mesterséges monopól helyzeteket teremtett a kormány, kezdve a dohánybiznisztől, olyanoknak, akik semmiféle fenntartható, értékteremtő, értéktermelő tevékenységet nem folytattak, igazi vállalkozásról fogalmuk sincs. De egy év alatt hatalmas profitot vettek ki, természeten nem újra beruházásra, hanem személyes gazdagodásra. Ez a mai magyar alapképlet mennyire engedi ezt az EU. Kompatibilis lehet ez az uniós joggal. Inottai, az uniós szabályok tiszták. Csatlakozásunkkor magunkra nézve kötelezővé tettük a négy szabadságév, az áruk, a tőke, a szolgáltatások, a személyek szabad áramlásának, mozgásának, a tiszteletben tartását, s vannak szabályok arra is, hogy mire lehet plusz adókat kivetni és mire nem. Persze akármire ki lehet vetni, de ne lepődjünk meg, ha utána jönnek az uniós kötelezettség szegési eljárások. Es nyugodtan lehet számolni azzal, hogy az extra profit miatt lesznek olyan cégek, amelyek elmennek Brüsszelbe és be fogják perelni a magyar kormányt. De hát Nagy Márton megmondta, mindenkinek az üzleti döntése, hogy itt akar-e maradni, akar-e profitot termelni. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a dolgot nem befolyásolja az extra profit elvétele. Mondta a frissen kinevezett gazdaságfejlesztési miniszter. Kétségtelen, van olyan lehetőség, hogy az érintett cég úgy dönt, kivonul az országból. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogyan reagál. Áthárítja az emiatt felmerülő többletköltségét a fogyasztókra partnereire, esetleg vállalja a többletköltséget, netán képes kigazdálkodni, vagy kivonul, mert elege van abból, ami Magyarországon folyik. Visszatérve az uniós szabályokra. Mennyire engedik azok a megkülönböztetéseket? Az uniós jogszabályok szerint nem lehet különbséget tenni külföldi és hazai, esetünkben magyar között. És vajon lesz különbségtétel a között, hogy mondjuk egy bank vagy biztosító magyar vagy külföldi kézben van? De ezen túl, nekem az ágazati különbségtétellel is komoly problémáim vannak. Hogyan lehet kiemelni ebből a körből a termelőipart? Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon nem 30 éve, azaz nem a rendszerváltás óta, hanem 50 éve tudjuk, hogy a termelés, a szolgáltatás, a szállítás, az értékesítés, a pénzügyek egymástól elválaszthatatlan folyamatok. Erre már a szocializmusban, a 70-es években rájöttek az akkori kommunista álkommunista vezetők. Most pedig visszatértünk a kommunista időkhöz, szétválasztjuk a termelést és a szolgáltatásokat. Ez csupa nagybetűvel elképesztő, ilyen nem létezik. Konkrét példa, az Audi, mint termelő vállalat mentesül, de az Audinak, mint termelő vállalatnak vannak szolgáltatási, értékesítési, pénzügyi kapcsolatai, ezeket érinti az extra profit rendelkezés. Hogyan fogja egy ilyen vállalat a termelési tevékenységét összekötni az evel szorosan, szervesen összefüggő szolgáltatási pénzügyi környezettel? De láthatóan az EU nem tud mit kezdeni Orbánnal, ahogy mondani szokták, se megrágni, se kiköpni nem tudja. Akkor valamit mégis csak jól csinál. Azt majd meglátjuk, ám ma már ott tartunk, hogy a német zöldek képviselője a nap azt javasolta, hogy Orbán zárják ki az Európai Tanács legközelebbi, hétfőn kedden tartandó, üléséről. Nem lehet véletlen, hogy Orbán már előre belengedte, akkor vez csak részt az ülésen, ha nem a terítékre az olajembargó ügye. Szerintem ugyanaz a játék folyik, mint amikor a Fideszt kirúgták az Európai Népártból, akkor Orbán három nappal megelőzte az edd, és a Fidesz magától távozott, a példa ismételhető európai tanácsi szinten is. Mi lesz akkor? Akkor ránk nézve nem lesz kötelező a betartása. Inottai, ha megszavazzák az olajembargót, s nem tartjuk be, akkor azzal uniós jogot sértünk, arról nem beszélve, hogy végleg összerúghatjuk a portugál az összes szomszédunkkal, még a hasonlóan az orosz olajvezetékre kötött csehekkel és szlovákokkal is. Ha nem tartjuk be, akkor még jobban elszigetelődik, ugyanis a már meglévő pszichológiai pária lét az egy dolog, de immár jogi páriaság is kialakulhat. Emlékeztetnék arra, hogy az FPÖ európai értékrendet sértő kormányzati szerepe miatt 1999-ben megfosztották Ausztriát a szavazati jogától. Egy évig nem szavazhattak. Azért most láthatóan ezt akarja elérni, hogy lehessen úgy döntéseket hozni, hogy aki nem szavaz, azt kizárják. Ez is az az út, ami a minősített többségi szavazati rendszer irányába vezet, úgy látom, felgyorsult a közeledés a felé. Evezzünk vissza arra, hogy mi vár ránk a most bejelentett extra profit adó miatt. Elsőként, mit tükröz, mit mutat ön szerint az, amit a kormány elhatározott. Inottai, nem hogy mutatja, egyenesen bizonyítja, hogy a Orbánéknak az elmúlt 12 év alatt egyetlen percig sem volt hosszú távú, átgondolt gazdaságpolitikájuk. Ami van nekik, az hatalom politika, pedig az elmúlt több mint egy évtized alatt az uniós támogatás páratlan modernizációs lehetőséget kínált volna, ha erre épül egy megfelelő politika. Viszont most kialakult egy hármas válság, egyrészt van a gazdasági, aminek okai között van az Ukrajna elleni orosz agresszió, annak hatásai, beleértve a korábban kezdődött olajpiaci válság súlyos bodását, kiegészülve a COVID következményeivel. Másrészt van az immár 12 éve folyamatosan halmozódó magyarországi egészségügyi, oktatási, közigazgatási, környezetvédelmi válság. Ezek a területek teljesen elvoltak és vannak hanyagolva, miközben ezekkel kellett volna felkészülni a 21. századra. Ez azonban teljesen elmaradt, nem folyik más, mint öngyarmatosítás, amikor például 16 évre csökkentik a tanköteles kort, ami ugyanolyan, mint amikor a külföldi tőke magyarországi megtelepedését és esetenként külföldi munkaerő alkalmazását magyar adófizetői pénzből finanszírozzák és harmad részt imár több mint 12 éve folyik a teljes népügyítés. Megjegyzem, ezt a legnehezebb kezelni. Mennyi idő kell a magyar társadalomnak visszatérni, ha egyáltalán képes erre, a 21. századba? Milyen árat kell ezért fizetni? A táradalom mentális állapota egyelőre egyszerűen alkalmatlan, nemhogy a 21. századi sikere, de még a túlélésre is. Alkalmatlan mert tudatosan és felelőtlenül alkalmatlanná tette Orbán és az egymást követő kormányai. Pedig mást sem hallunk, mint hogy megvédik a családokat, a magyar embereket, s ennek részeként a rezsi csökkentés vívmányait. A század vég felmérése szerint így azután a lakosság háromnegyede támogatja az intézkedéseket. Ez akkor is döbbenetes, ha tudjuk, hogy a század vég készítette, és rendelésre, amit az időzítés is mutat. Hát, igen, védenek a rezsi csökkentéssel. Azzal, ami a kezdettől fogva óriási gazdasági hiba volt. Ha nagyon meg akarták volna védeni a fogyasztókat, akkor számos egyéb módszer a rendelkezésükre állhatott volna, például az adó csökkentés. Ott kezdődött, hogy megvédjük a családokat, igen ám, a periódus elején nagymértékben csökkentek az importárak, ám nálunk maradt a rezsi csökkentett ár, ennek következtében éveken keresztül hatalmas többlet bevétel halmozódott fel, kérdem én, hol van az a pénz? Abból lehetne most finanszírozni a magasabb árakat. Másrészt, ha már muszáj megvédeni a rezsi csökkentést, akkor húzzunk egy fogyasztási szintet, ami felett már piaci árat kell fizetni az energiáért. Ezzel tényleg meg lehetne védeni az alacsony jövedelmű embereket? Igaz, akkor nem a rezsi csökkentés árából kellene állni Mészáros Lőrinc magánusodájának fűtését. De hát nem ez a cél. Nem lehet másként fogalmazni, egész egyszerűen aljas, ahogyan a lovagok érdekeit védik minden területen, és ezt a társadalom jelentős része a kormány jótét adományának tulajdonítja. Emlékezhetünk 2010-re, akkor is vezettek be extra adókat, és akkor is a lakosság szívta meg. Számít arra hogy az érintettek a veszteségeiknek legalább egy részét ismét fű alatt áthárítják majd. Nem kérdés. Erre csak azt a példát tudom mondani, hogy a bankok bármikor át tudják hárítani, ha úgy tetszik, fű alatt a hatásokat az ügyfeleikre. Nem kell más tenniük, mint továbbra is minimális kamatot adni a betétekre. A szektornak már ma is óriási a nyeresége a bankbetéteken, hiszen még közben már két számjegyű az infláció, a befektetett pénzre minimális kamatot adnak csak, azaz hatalmas a negatív reálkamat. Védjük a lakosságot, de végső soron indirekt, kevésbé látványos formában a lakosságot terhelik meg a vállalatok. Pontosabban a magyar kormány, hiszen miatta viselkednek így a vállalatok, amelyek persze maguk sem angyalok, de a kormány hozza ki belőlük a legrosszabbat, mivel ők is túl akarnak élni. Minden esetre a forintból és a tőzsdei cégekből már sikerült a legrosszabbat kihozni. Vagy lesz még rosszabb is? Inottai, hát, igen, mi lett a bejelentést követően? Azonnal is hatalmasat zuhant a tőzsde, élén a mollal, amely önmaga 100 milliárdokat bukhat az extra profitadón, és begyengült a forint. Az egyik oldalon megvédjük a rezsit, ez jól hangzik, de a másik oldalon a pénzpiac első reakciója az, hogy bezuhan a forint. Ha valaki végig gondolja, a forint bezuhanása pillanatában minden importtermék ára megnő, beleértve a nyers anyagok és az energiahordozók árát, azaz, már a rá következő napon még többe kerül a rezsi csökkentés finanszírozása. Mert hogy forintban jelenik meg az ár. Kitűnő, hogy védjük a magyar fogyasztókat, de nem túl nagy érte az ár. Mikor érzi meg a társadalom, hogy itt miről van szó? Teljes nép és folyik, van egy kormány, amely szembesül a nagy részt a saját maga által tíz éve akkumuláltan okozott problémákkal, amire rájön a gazdasági és biztonságpolitikai válság. Amit, mint az imént már mondta, nem képes kezelni Orbán és a kormánya, így Nem tudok mást mondani, hogy egyszerűen csak propaganda és hatalompolitizálást folytatnak. Nem hátra, csak előre. Kötőjel volt ugye a választási szlogenjük. Hát, tény, felgyorsított sebességgel megyünk a szakadék felé. Amit most bejelentettek, az nem más, mint annak a jele, hogy, képletesen leírva, ott vagyunk a folyón átívelő híd korlátjánál, már visszajönni nem tudok, kapaszkodom minden erőmmel, remeg a kezem és közben azon jár az agyam, hogy mikor zuhanok a mélybe. Sajnos ez a társadalom meg 12 év óta kétharmados többséggel asszisztál lehez. Tegyük hozzá, az Európai Unió is. Éppen ideje volt, hogy az Európai Unió ezárja a pénzcsapokat. Az azért nem megy, hogy mindenért Brüsszel teszem felelősé, minden erőmmel az EU-t igyekszem alásni, s közben tartom a markomat a pénzért, ahogy Orbán teszi. De most ennek vége, ahogy a bolsevikok és egyéb kormányok történetéből tudjuk, ilyenkor indul a kíméletlen harc az oligarchák között. Mi lesz most? Milyen közeljövőt lát? Inottai, meggyőződésem, hogy hamarosan forduló ponthoz érkezünk, még egy ideig lehet ugyan toldozni foltozni, de már is látjuk a nemzetközi pénzpiacok első válaszát, ami negatív. Rendkívül gyenge a forint pozíciója, s még gyengébb lesz. Láttuk már, hogy hiába emelgeti az alapkamatot a jegybank, minden ilyen lépése után egy napra visszazökken az árfolyam, de a következő nap ismét ott van, ahol előtte volt. Már a Magyar Nemzeti Bank is elvesztette a hitelességét, s nem képes fékezni kamatemeléssel a forint árfolyamának gyengülését és az importált inflációt. A forint bármikor szabad esésbe kerülhet, az árfolyamát ma már nem a magyar gazdasági és pénzügypolitika határozza meg. Sőt, a piac már kiszámíthatatlanul reagál, amikor Orbán bejelent valamit, ahogy ez az új intézkedések bejelentése után történt. Szerintem az euróval szemben a 390 forintre sem fog nagyon visszatáncolni. Ez pedig már pszichológiailag is veszélyes küszöb. Orbán 12 éve abból él, hogy szerinte a szocialisták miatt Bajnai Gordon megszorító, válságkezelő csomagja kellett, hogy legalább a katasztrófát el tudjuk kerülni. Mi a fő különbség az akkori és a jelenlegi helyzet között? Inottai, az akkori hazai bajok kialakulásában meghatározó szerepet játszott a nemzetközi pénzügyi rendszer okozta válság, ma pedig a felhalmozott magyar belső problémák miatt alakult ki ez a helyzet. A jelenlegi magyarországi válságban 80% az, amit 12 éve óta ez a kormányzat halmozott fel. Miközben mindenfajta tartós versenyképesség és fenntartható érték termelő tevékenység nélkül szórt el több 10 milliárd eurót. Ez egy további különbség a bajnai kormány korlátai és az Orbán kormány lehetőségei között. És a kormány a hármas válság egyik elemét sem képes kezelni. A másik különbség az, hogy bajnai kormányzása után a Fidesz ugyan ki tudott alakítani egy felszíni politikai stabilitást, de, ha most a Fidesz kormány megbukna, akkor semmilyen politikai stabilitás nem lenne. Ha eltűnik a Fidesz, káoszt káosz hátán hagy itt ránk. Kérdem én, ki az, aki bármilyen pozíciót elvállalna ebben a helyzetben, amikor az egész intézményrendszerben kilenc évre bebetonozva ott ülnek Orbán ma melukjai? A bajnai kormány nem csak stabilizálta a gazdaságot, hanem egy nagyon jól megosztott, nem egy pártrendszerre épített jogi struktúrát hagyott hátra. Az MNB független volt, Polt Péter volt a főügyész, és nem csak az akkori kormány meghízható emberei ültek az intézményekben. Ahogy a demokráciákban szokás is kell, működött a súlyok és ellensúlyok rendszere. Most azonban bárki is kerül hatalomra, mindkét keze meg van kötve. Arról a veszéről nem is szólva, hogy amikor felébred a társadalom, s rájön arra, hogy hülyét csináltak belőle, akkor azokat fogja felelősségre vonni, akik éppen hatalmon vannak, s nem a valódi felelősöket és a bűnösöket. Az egész rendszernek el kellene tűnnie ahhoz, hogy Magyarországon változás legyen, és a gazdaság, a társadalom és a mentális környezet visszaálljon a normális 21. századi útra.